Köszönöm Önöket a Deep Stage-ben, én Reháker Andrea vagyok, és ez pedig a nap híre, azt megszokott rendben a szerdai reggeli hírcsokor következik most. Előtte viszont szeretnék újfent köszönetet mondani mindenkinek, aki támogat minket így vagy úgy, megosztásokkal, kommentekkel, és így tovább. Nagyon hálásak vagyunk, bár olyan nagyon sokat ez most már nem segít ezen a csatornán, ezért valószínűleg át fogunk menni majd a Twitterre, vagy legalábbis megpróbálunk hosszabb videókat feltölteni a Twitterre is, ott hát, ha nem lesz az algoritmus ilyen könyörtelen, mint itt, és hogyha meg tudjuk egy kicsit jobban honosítani a Twittert a magyar közönségnél is, akkor ezzel meg megint csak egy kicsit előre haladtunk a szó lesz szabadság útján, ugyanis ez eléggé hát aggasztó, hogy a közösségi média felületeken borzasztóan erősen le van korlátozva mindenféle általuk nem kívánt tartalom. És hát ezt mindenki megéli, a pestisrácok, a hetek, aki figyeli ezeket a platformokat, és az látja, hogy egyáltalán nincsen sajtószabadság Európában, meg hát az egész világon sem, egyre kevésbé. És ezért gondoltam, hogy előszedek egy tavalyi témát, ugyanis ugye tavaly szavazták meg az Európai Unióban azt a törvényt szeptember 16-án jött ki róla a sajtótájékoztató vagy a sajtóközlemény, aminek az a neve, hogy az Európai Média Szabadság Törvény. Nem tudom, hogy ki mennyit hallott róla, valószínűleg olyan nagyon sokat nem beszélt róla a főáramú média, ők ugyanis teljesen abszolút beállnak ebben a kérdésben is a sorba, és azt szajkozzák, amit mondanak nekik, meg ami egyébként az uralkodó rendszernek, meg az establishmentnek az akaratát tükrözi, tehát ezt is tudjuk, látjuk. Pontosan azért hallgatnak önök is engem, mert nem egy vonalban van az, amit mondok azzal, ami egyébként a főáramú médiából dől ránk. És hát ugye érdekes dolog, hogy ez a törvény, ez pontosan arra jött létre, az Európai Unió bevallása szerint, hogy megvédje az újságírókat attól, hogy kémkedjenek utánuk, vagy hogy felhasználják őket mondjuk ilyen politikai nyomásgyakorlással, arra, hogy manipulálják a nagyközönséget, és így tovább. Tehát ilyen igazi szép esélyegyenlőséghez hasonló, gyönyörű szövege van ennek a törvénynek, viszont. Ott kezdődik a probléma, hogyha az Európai Unió nekiáll mikromanedzselni egy témát, és nekiáll valamit úgy a szó legszorosabb értelmében leszabályozni, amit nem lehet leszabályozni, ugyanis a sajtószabadság, meg a szó lesz szabadság, az egy olyan dolog, ami mindig szituáció függő, és ezt nem lehet leszabályozni. És ugye nem olyan régen hallgattam itthon, a Hit Hitredion egy beszélgetést, ahol pontosan arról volt szó. A lényege az volt, hogy azokban a társadalmakban, ahol van egy közös értékrend, meg ahol van egy közös hit, ott nincsen szükség túl sok törvényre, mert ezek az értékek, amit az ember alapból követ, ezek egy irányba terelik a társadalmat, és ugye a tradíció, meg az, ahogy az ember az életét éli, meg a nevelés az egy irányba mutat, és egy csomó kérdés nem kell papíról leszabályozni, mert alapvetően a társadalom egy formaképpen kezeli azokat az ügyeket. Na most ez pont az ellentét ennek, az Európai Unió próbál leszabályozni valamit, ami egyébként minden egyes országban teljesen különböző, és ráadásul egyáltalán nem kéne hozzányúlni szabályozással ehhez, mert ugye maga a piac, szabályozza saját magát, ugye itt persze benne van ebbe a leírásba, hogy megfelelő támogatásban, vagy megfelelő finanszírozást kell, hogy kapjanak az újságírók, de egyébként meg én erre azt tudom mondani, hogy mindenki találja meg a saját közönségét, és alkosson olyat, amire az emberek azt mondják, hogy na, ezért fizetünk. Tehát, mint ahogy a könyvpiac is, meg minden más, nem él meg akkor, hogyha nincs érdeklődés. Pontosan az újságíróknál is ez van. Hogyha valakire nem kíváncsiak az emberek, az nem él meg ebből. És hogyha valakire nem kíváncsiak az emberek, annak lehet, hogy jobb, hogyha inkább keres valami más szakmát, akkor is, hogyha tehetséges, mert annak megvan az oka. Ugye az embereknek a lelke, meg a maga, amikor az embernek hagynak elég teret ahhoz, hogy eldöntse, hogy mit akar olvasni, és nem manipulálják nyomon, mint ahogy a tévében a reklámokkal, meg minden irányból egyébként marketing manipuláció veszi körül. Tehát, ha van neki elég ereje a lelkének arra, hogy saját döntést hozzon, akkor eldönti, hogy kik azok, akiket hallgatni szeretne, vagy, vagy olvasni szeretne, vagy látni szeretne, és akkor van egy csomó olyan, aki egyébként próbálkozik, meg lehet, hogy kap állami támogatást, vagy Európai Uniós támogatást, de a kutya nem kíváncsi rá, mert egyszerűen röhelyes, hogy mennyire propaganda szereplő. És akkor ugye azért vettem elő ezt a kérdést, mert hogy augusztus 25-én ez a törvény, ez kötelező érvényűvé válik. Tehát most még opcionálisan lehet hozzá csatlakozni, nem kötelező, de augusztus 25-ével hatályos lesz, ami azt jelenti, hogy ennél a mostani kontrollnál még sokkal erősebb lesz a kontroll. És ugye ez az egész téma, ez egy óriási képmutatás, ezt ugye nyilvánvalóan látjuk az összes többi hasonló szabályozásból, hogy amikor belenyúlnak egy olyan kérdésbe, amit egyébként az embereknek a lelki ismerete kellene, hogy szabályozzon, meg a piac, tehát hogyha valaki nem jó, akkor az nem él meg egy olyan piacon, ahol az emberek döntenek, és nem fogják kötelező érvényűen rákényszeríteni a népre, mert hogy mondjuk mit tudom én, tök jól visszaadja azt, amit például a politikusok szeretnének hallani, és akkor őt támogatni kell, ezért kap támogatást, annak ellenére, hogy egy darab újságot nem tud eladni, vagy senki nem kíváncsi a podcastjére, vagy nem olvassák el semmilyen platformon. A másik meg az, hogy eszünkbe kell, hogy jusson például a Russia Today. Ugye annak idején, amikor a, az orosz-ukrán konfliktus kirobbant, az első lépése volt az Európai Uniónak, hogy betiltják a Rasatudének az összes felületét. Nálunk például csak VPN-en keresztül lehet olvasni a Rasatudének a felületét. A televíziót azt teljesen betiltották, egyáltalán nem lehet fogni sehol. És ugye ez megint arra utal, hogy őket például senki nem kérdezte meg hanem egyszerűen fogták, egy oldalon betiltották őket, és akkor most arra várunk, hogy ez a közösség, akik egy televíziós csatornát, meg hát láttuk Zelenszkét, ugye az összes ellenzéki televíziós csatornát, meg média személyiséget kilőtte úgy, ahogy volt, amikor megválasztották, tehát ezt a dolgot, ezt, ez a testület, a száz hogy nem fogja úgy, ahogy ez elvileg le van írva ebben a törvényben alkalmazni. Ráadásul ugye látjuk a magyar példa, meg a lengyel példa alapján, hogy egyáltalán nem tartják saját magukra nézve kötelezőnek a saját alapszabályukat sem amit aláírt mindenki. A Lisszaboni szerződés egy csomó mindent explicit tartalmaz, amit most mindenféle mondva csinált indokkal nem tartanak be. És ugye ezek a mondva csinált indokok, ezek egyáltalán nem ritkák. És ugye nézzük meg például, mit csináltak Julian Assange-al, mit csináltak Snowden-nel. Ott van most ez a Tara Reid, aki Kicsit óvatlan volt, és akkor mondjuk ő persze nem Európai Unió, de hát tudjuk, hogy ezért Amerika és az Európai Unió ebben az ideológiai kérdésben egy és ugyanaz, ez szerintem nem vitatja senki, aki hallgat. Tehát az a helyzet, hogy az, aki megpróbálja önöket objektíven teljékoztatni, és mindent elmondani, ami fontos lehet arra, hogy jó döntést hozzanak mondjuk egy választáson, amit zárójelbe jegyzek meg, hogy valószínűleg megint csak nem az önök szavazata fog eldönteni, mint ahogy láttuk az Egyesült Államokban is már, Zárója bezárva, de több függetlenül, hogyha az Európai Unió saját magát a demokrácia legnagyobb vívmányának tartja, meg a legnagyobb úgynevezett szabadpiacnak az egész világon, mint ahogy szerepel is ebben az Európai Bizottságnak a hollapján fent van a szövege ennek a csodálatos törvénynek, azt nyugodtan el lehet olvasni, tehát ők például magukat teljesen simán vállon veregetik, hogy ők mekkora bajnokai az a demokráciának, meg az esélyegyenlőségnek, meg a szabadságnak, és közben meg olyan kontroll van megvalósítva, hogy az ember örüljön neki, hogy egyébként még a szabad piacon is életbe marad. Én ugye 2005 óta vagyok újságíró, nem ebből élek, tehát én mondjuk nem vagyok ebben túl hiteles, hogy, valaki mennyire jó, mennyire rossz, mert én kérésre dolgozom a hetek című hetilapnak. Ezt a podcastet is csak egy ilyen saját magam számára, meg ilyen tesztként indítottuk el, hogy vajon mire is megyünk azzal, hogyha megpróbáljuk az igazságot kimondani, de hát hogyha ebből élnék, akkor simán felkopott volna az állam, mert hogy már most olyan a környezet, hogy egyáltalán nem támogató azzal szemben, aki nem fújja ugyanazt a három-négy mondatot, amit kap a központtól, hogy ezt kell mondani, és akkor ugye emlékezzünk vissza a kommunizmusra, ott se lehetett akármit megírni, meg azért még ennek vannak maradványai, látjuk a, az oroszoknál is, hogy ugye véletlenszerűen esnek ki az ablakon a nem kívánatos személyek, meg hát láttuk ugye annak idején, az is nagy felháborodást keltett a szlovák újságíró fiatalember, meg a barátnője, amikor valamilyen, rejtélyes módon halálát lelte egy olyan ügy miatt, amiben ugye kutatást végzett oknyomozó újságíróként. Tehát ezek mind olyan dolgok, amik egyébként már, már korábban is óvatosságra kellett, hogy nincsenek bennünket, az viszont augusztus 25-e után valószínűleg vadászidén kezdődik el a konzervatív vagy a más véleményt képviselő újságírókkal szemben. És hát onnantól nagyon-nagyon nagy kérdés, hogy az ember mit tud majd csinálni, mert már most is mindent elkövetnek azért, hogy elhallgattassanak minden olyan hangot, ami megfogalmaz bármilyen kritikát, ami felhívja a figyelmét a népnek bármiféle kérdésre, amiről nem esik szó, vagy hátsó összefüggésekre, amire egyébként érdemes volna odafigyelni. És hát ez egy, ez egy nagyon érdekes téma lesz. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi marad majd az európai, meg hát a magyar médiapiacból. És hát továbbra is egyetértek Hossó Andrával abban, hogy lehet, hogy tényleg el kellene hagynunk nekünk ezt az Európai Uniót, mert olyan nagyon sok hasznunk nem származik abból, hogy benne vagyunk. És hát sajnos ez a kontroll, ez nem kevesebb lesz, hanem csak egyre több. És hát ne várjuk meg. De hát sajnos ugye a geopolitikai elhelyezkedésünk nem teszi lehetővé, hogy ide-oda ugráljunk, mint Nagy-Britanniának, akik ugye maguk se tudtak kilépni, de el kéne gondolkozni ezen, mert egyértelmű, hogy követelik rajtunk a bevételt, hogy fizessük be azt, ami nekünk egyébként a kötelezettségünk, ők meg nem teljesítik a sajátjukat, és akkor ott vagyunk, hogy egy milliós ország fogja megoldani az ukrán fegyver kérdést. Hát lehet, hogyha igaza lesz Szijjártó miniszter úrnak, és akkor vétó lesz. És legyen is vétó. Még addig, amíg van szabadságunk ilyesmit tenni. Én nagyon köszönöm, hogy meghallgattak, legyen nagyon szép napjuk, pénteken újra jövök majd valami más hírrel, vagy hát nem tudom, hogy milyen hírrel, de biztos, hogy lesz elég érdekesség addig is, és vigyázzanak magukra, legyen nagyon szép napjuk a viszonthalásra.